Sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Studio Inside-ba, a Pure Music 2016-os döntőjén egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetünk, akkor gyorsan, ahogy kérted, be is mutatnám a zenekar tagjait. Itt mellettem Borics Péter, ő a gitárosunk, Bíró Róbert a dobosunk, Ples Gergő szintetizátor zongora, és vendégművész nálunk most basszusgitáron, kedves unokatestvérem Mika Ádám, én pedig jó magam Farkas Zsombor vagyok, éneklek és ritmusgitáron játszok. Mikor és hogy alakult a Privát Affér? Igazából mióta így hivatalosan a Privát Affér név alatt fut a zenekar, azt úgy 2015 decemberére tenném. Már egy olyan jó évvel azelőtt úgymond zenélgettünk együtt, és így próbálkoztunk ilyen zenekaros divval, csak hát igazából 2015 decemberére jutottunk el odáig, hogy ugye így összeállt ez a mostani formáció, és azóta csináljuk. De akkor még nagyon fiatal a zenekar, gyakorlatilag ha jól számolom, akkor még nincs egy éves a hivatalos kezdésetek. Mit értettek el az elmúlt egy évben, mit értettek el eddig? Amire mondjuk büszkék vagytok? Hát amire büszkék vagyunk, az például az, hogy az elmúlt, mint te is mondtad, kevesebb, mint egy év alatt már sikerült két videóklipet leforgatni. Szerencsére szeretik őket az emberek, tényleg egyre több saját dalunk van most már, koncerteken is általában egy olyan 5-6 saját dallal szoktunk fellépni, folyamatosan koncertezünk, egyre több felkérést kapunk mindenféle egyesületektől, esetleg iskolák, különböző szórakozóhelyek. Befejező kérdés gyanánt, mi a 2017-es évre a előirányzott terv, miben gondolkodtok, mit szeretnétek elérni? Nyilván minél több saját dalt, minél több videóklipet esetleg majd lehet elgondolkozunk egy kis lemez kiadásán is, egy-két ilyen nagyobb koncertet, nagyobb szabású koncertet, például egy ilyen nyári kampuszfesztiválon való fellépést. Rendben, köszönjük szépen, akkor most pedig megnézzük, hogy hogyan játszik a Privát Affér élőben, úgyhogy keep rockin'.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket a Studio Inside-ből a Pure Music 2016-os döntőjén. Egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni tőletek. Szia, köszönjük szépen, mi vagyunk a Katlan Zenekar, a tagok pedig Gábor, Dezső, Ákos, Gergő és én István vagyok. Mikor és hol alakult a zenekar? Debreceniek vagyunk, 2012-ben igen, azért vagyok ilyen zavarban, mert én jöttem legutoljára, tehát én tudom a legkevesebbet a zenekarról. De tulajdonképpen majdnem mindnyájunknak volt már előzménye zenekart illetően, tehát nem ez az első zenekar, amiben játszunk. Azt megkérdeztem, hogy hol játszottatok esetleg, mennyire ismerjük ezeket a zenekarokat? Nem, amatőr zenekarokról van szó, mint ahogy mi is amatőr zenekar vagyunk csak. Hogyha össze kellene foglalni mondjuk a 2016-os évet, akkor mit emelnétek ki belőle? Vagy mondjuk visszább is mehetünk egy picit időbe. Amit szeretnék kiemelni, az az, hogy volt lehetőségünk egy-két jó kis koncertet adni. Itt Debrecenben is a Diktátorékkal játszottunk együtt, mint ismertebb névvel, illetve most tértünk vissza Budapestről. Sikerült oda is eljutni, és ott is kipróbálni magunkat, meg az ottani közönségünket. Illetve hát azt, hogy a divat ellenére mi ezt a thrash metal vonalat ezt elkezdtük, és azóta is folytatjuk. Egyébként Pesten hol játszottatok? Pesten az S8 Underground Club nevű helyen voltunk. A 2017-es évre előirányoztatok-e valamit? Mit szeretnétek elérni? Van-e esetleg valami terv? Persze, a terv az, hogy szeretnénk az eddig meglévő felvételek számát gyarapítani, tehát azokat a számokat, amiket eddig összehoztunk, azokat jó lenne mindegyiket felvételen tudni, meg persze csinálni még egy jó pár újat is. Én személy szerint már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek a srácok élőben, úgyhogy maradjatok itt, jövünk vissza, a Katlan játszik élőben. Egyéb már a lelked,
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Studio Inside-ban, a Pure Music 2016-os döntőjébe. Egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni. Sziasztok! Először is köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Mi vagyunk az Apu Ideges Zenekar. 2011-ben alakult a zenekarunk itt Debrecenben, annó négyen gimis osztálytársak. A iskolába találtuk ki ezt az ötletet, hogy mi együtt zenéjünk. Volt egy koncertfelhívás az iskolába, hogy amatőr zenekarokat keresnek, és hát mi úgy gondoltuk, hogy gyorsan álljunk össze. Akkor tudtuk, hogy mindenki a saját hangszerén ki mit tud csinálni, és összeálltunk, hogy egy igazán punk és lázadó koncertet csináljunk ott a tanárainknak, de sajnos vagy nem sajnos nem jött össze ez a koncert, lehet, hogy így érettség előtt így jobban is jártunk ezzel. Hogyha össze kellene foglalni az elmúlt időszakot, mi az, amit kiragadnál, ami pontos volt, vagy emlékezetes a zenekar életében? Először is örülök, hogy a jelenlegi felállásunk kialakult, mert mindig is tagcserékkel, illetve nem tagcserékkel, hanem betöltendő pozíciókkal küzdöttünk. Tehát gyorsan be is mutatom a zenekart, a legfrissebb tagunk, hát már 2 éve, de Pósán Máté csatlakozott hozzánk, mint ex-debreceni basztardoszos. Ő most basszusgitár-vokál pozícióban, Bálint a kezdetet óta velünk van, mint dobos, és Móricz Kristóf gitáros, én pedig Szabó Bence. Kezdetektől szerettünk volna egy kicsit komolyabban foglalkozni a zenér és a zenekarral, tehát kinőni a hobbi zenekar kategóriából, és nagyobb nézettségre szerteni, felvételeket készíteni, videóklipeket készíteni, de az az igazság, hogy erre 2015-ig várnunk kellett, tehát soha nem volt olyan komolyabb támogatásunk, szponzoraink, tehát mindig magunknak kellett előteremteni alapból a próbatermeket, cuccokat. Örülünk, hogy lassan most már ez megoldódni látszik, és tavaly felvettük az első albumunkat. Mi azt gondolom, hogy egy fordulópont, és azután pár hónappal az első videóklipunk is elkészült. Hogyha a 2017-es évet nézzük, akkor előirányoztatok-e valami konkrét tervet? Konkrét tervünk rengeteg van, leginkább abban gondolkozunk a jövőbe, hogy egy-egy számot videóklippel így egyesével megcsinálni. Ötletünk tényleg mostanában az utóbbi egy évbe kezdtünk el videóklipekbe is komolyan gondolkozni, tehát a zene mellé mondhatom, hogy már mindig videóklip ötletek is vannak, és ezeket szeretnénk, hát minél gyorsabban, minél többet megcsinálni, hogy a lehetőségeink ezt megengedik. Jó, rámom, köszönjük szépen, én már nagyon kíváncsian várom, akkor megnézzük, hogy az Apu Ideges hogyan játszik élőben. Thank you.
kergetek álmokat. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Studio Inside-ban a Pure Music 2016-os döntőjében. Egy rövid beoltatkozást szeretnék kérni. Szia, mi vagyunk a Bad Habit zenekar Debrecenből. Név szerint Soltész Bence, basszusgitár, Marosán Imre dobok, Kurilla Zoltán szólógitár, két énekesünk van, Kövér Márton és Gáspár Kata, és én Posta Máté vagyok. Tavaly is bekerültetek a Pure Music 2015-ös döntőjébe. Azt tudom, hogy Debrecenben alakultatok, vagy akik visszakeresik a videót, azok fogják látni. Volt-e azóta tagcsere? Úgy tudom, hogy volt valami, hogyha erről egy pár szót mondanál. Volt dobos fronton decemberben, és azóta ebbe a formációba működünk. Hogyha össze kellene foglalnod az elmúlt egy évet, mondjuk a tavalyi döntő óta, mi az, amit sikerült elérnetek, mi az, amit kiemelnél zenei élet vagy sikeresség szempontjából? Összehoztunk egy második kis lemezt, Jump Up címmel, ezen 5 angol nyelvű számunk található, és azóta pedig áttértünk a magyar nyelvű számokra is, és abból is van már 4-5. Mi az előirányzott terv 2017-re, ha van ilyen? Van, mindenképpen stúdióba szeretnénk vonulni, és amellett ugye bár számokat is írni. Már van, ahogy említettem, néhány saját magyar nyelvű számunk, és ezen a vonalon szeretnénk tovább működni, és ezeket szeretnénk felvenni, és klipet csinálni hozzá, valamint ezt így szétszólni mindenhol. Jó, rendben van, köszönjük szépen, akkor nézzük meg, vagy hallgassuk meg, hogy a Bad Habit hogyan zúz élőben. Sok volt az őszi zápor, bekörülünk a mozogától. Elég volt a jégvilágból, elég volt a téli csájból. Sör a kezemben tartom.